Amiről azonban beszélni szerettem volna, illetve érdekesnek találtam ezt a videót, amit az interneten találtam, illetve a YouTube-on. Ez a következő. Ajánlom mindenkinek, aki bármennyire is ért angolul, hogy nézze meg valamikor, ha ideje van. Ez Yuval Noah Harari videója, és ő arról tart itt egy úgymond előadást. Nem tudom, hogy jobb-e a hang most, vagy mindenki problémásnak találja a hangot, vagy csak néhányan. Se baj, gondolom majd jelezni fogjátok. Szóval arról tartott előadást, nagyjából amiről beszéltünk eddig, mindezidáig. És ez az, amiről beszélni szeretnék, illetve szerettem volna. Ez pedig az, hogy milyen a gazdaság helyzete, és milyen lesz a jövőben. Világgyorsan annyit csak, hogy... Annyit csak, hogy... Ő arról beszél, hogy hamarosan a mesterséges intelligencia és az, amit mi úgymond robotoknak hívunk, át fogja venni a munkahelyek nagy részét. Aki úgy gondolja, hogy ez science fiction vagy tudományos fantasztikum, az nem követi az eseményeket. A probléma az, csak képzelje el mindenki, ez már egyébként óriási problémát jelent világszerte. Maga a munkahelyek elvesztése az egy hatalmas probléma. És az egyik probléma az, hogy ha amennyiben képesek vagyunk egy képernyőt beállítani egy gyors étterembe, ahol egész egyszerűen csak beütjük azt, hogy mit akarunk, és a konyhából az emberek azt elkészítik, és egy robot kihozza. És van egy generáció, aki kényelmesebbnek érzi ezt, mint esetleg mi, akik úgy gondolják, akik úgy nőnek fel ebben a technológiában, hogy számukra ez nem probléma, hogy nem egy ember állott, akik egy olyan generáció, egy olyan ember tömeg, aki úgy nő fel, hogy őt nem érdekli az, hogy hány ember veszíti el a munkáját, akkor azzal a problémával szembesülünk, hogy egy-egy ilyen képernyő képes kiszorítani több embert is, hiszen hatékonyabban dolgozik, mint egy ember. Az embernek is ugyanúgy be kell ütni egy gépbe azt, amit kér, akkor már miért nem mondhatnám bele a gépbe, hogy mi az, amit kérek. Kiveszek abból azzal egy sor embert, egy kártyával kifizetem azt, amit vettem, leülök, megeszem viszlát. És ráadásul azzal sem kell szembesülnöm, hogy milyen napja van annak az embernek, vagy éppen balába kell fel, vagy sem, vagy van kedve köszönni, vagy sem, vagy eltéveszti, vagy sem. Mert nem fogja eltéveszteni, mert nincs ott egy ember. A másik az, hogy egy ilyen képernyő, nem kell, nincs betegszabadság, nincs szülési szabadság, nincs semmiféle szabadság, nincs ünnep, nincs semmi. Ő csak oda beállítják, ő van. Nem kell fizetést adni neki, nem kell semmiféle TB járulékot fizetni utána, semmit. Ha elromlik, kicserélik a képernyőt, beállítanak egy cseredarabot, addig megcsinálják, visszahozzák, kész. Semmiféle probléma nincs. Olcsóbb, hosszú távon. Megbízható. Képes arra, hogy hiba nélkül dolgozzon akár meddig. Nem utolsó sorban kiszámítható. Nincsenek hangulatváltozásai, ahogy mondtam, nincsen rossz napja, és az, hogy bal lábbal kell fel, vagy jobb lábbal kell fel. Egész egyszerűen csak ott van. Ha úgy programozom be, akkor kedvesebb, mint egy ember. Nem kell borravaló, nem kell ki semmi. Egyszerűbb az egészet
figyelemmel kísérni? Képzeljen el mindenki, hogy mennyi adatot lehet összegyűjteni az emberekről egy-egy ilyen képernyő segítségével, amit egy ember nem képes. Ha van benne egy arcfelismerő program, akkor onnantól kezdve tudja azt, hogy milyen kedve van az embernek. Hogy éppen mi az, amire gondol az arc kifejezéséből. Úgy tud reagálni neki, úgy tud javasolni dolgokat. Ismeri a szokásait, megjegyezte, megismeri az embert, megkérdezi, hogy van a családja. Megkérdezi, hogy esetleg javasolhat neki ezt, amit mindig, miért nem azt veszi, miért azt veszi. Kérje azt, amit mindig szokott. Ugyanazt meg tudja tenni, amit minden jó pincérnek meg kellene tennie. Csak ő minden egyes alkalommal meg fogja tenni. Arról nem beszélve, hogy ezt megcsinálja az idők végezetéig. Úgyhogy ez az, amiről ez a karakter beszélt, ez az egyik dolog, elkerülhetetlen, hogy ez be. Ha valaki megnézi azt, hogy hogyan készülnek az autók manapság, és hogy hogyan készültek 100 éve, akkor az rájön arra, hogy egy gyártó soron nincs szükség emberre. Egész egyszerűen fölösleges az ember, hiszen csak beállítják oda a járművet, egy ember kapcsolgatja, megcsinál mindent az autók sokkal gyorsabban, sokkal precízebben, ezért néznek ki az autók úgy, ahogy kinéznek. Nem is nézhetne így ki, ha ember gyártana és próbálna. Még mindig. Hogyan is tudna összeszerelni egy olyan autót, amivel ma közlekedik egy ember? Hogyan tudná azokat a darabokat összevágni, összeilleszteni úgy pontosan 1000 számra, 1 millió számra, sehogy. Úgyhogy ez csak egy iparág, ahonnan kiszorultak az emberek. De rengeteg más, a bankrendszer ugyanígy működhet. Bármilyen szolgáltatás működik ugyanígy. Természetesen most még nehéz elképzelni azt, hogy egy fodrász így működjön, de így működik nagyon sok helyen a születelés például. A robot végigmegy, megrázza a fát, alátesznek valamit, lehullik, összeszedi, viszi. Nincs szükség idény munkásra. És ez nem a nyugat, ez Magyarország. A robotok el fogják venni az emberek munkahelyét. Ez csak idő kérdése. Mivel jobbak, mint az emberek. Mi van akkor, amiről az Amazon beszélt, hogy olyan drónokkal fogják egy raktár épületben egy mesterséges intelligencia által irányított drón végig bármi, amit meg kell keresni abban a gyárban, tudja azt, hogy hol van helyileg bármi csomag, akár legyen a legfelső polcon, a legalsó polcon, a leghátsó polcon, a középső polcon, teljesen mindegy. Beérkezik a rendelés, a rendszer meg elküldi az információt annak a drónnak, amelyik repül, képes repülni, elmegy a sorhoz, kiválasztja a csomagot, lehozza, rárakja az autóra vagy bármire, ami elszállítja a teherautóba, anélkül, hogy egy embernek oda kéne menni egy targoncával, felnyúlni azért a dobozért, levenni a dobozt, megkeresni, esetleg az-e, nem az-e, leolvasni a vonalkódot, visszatenni, ha nem az. Ehelyett elrepül oda, lehozza, kész, tisztán. Ugyanúgy ki is kézbesíti. Bármit meg tud csinálni, amit az ember kigondol, a technológia segítségével. Úgyhogy mindenki elgondolkozhat azon, hogy az ő munkahelye vajon helyettesíthető-e egy
Egy drónnal. Vagy egy robottal. Vagy egy automatával. Mi van azzal az automata autóval, vagy busszal, amit már Franciaországban látni lehet az utakon? Nem száguldozik, de megáll bárhol, ahol jeleznek neki, és fölveszi az utasokat ugyanúgy a megállónál, ahogy egy ember tenni, csak egyszerűen az ember nélkül. Éjjel-nappal megy, ha napelemet tesznek rá, ingyen. Mi van azzal a buszsofőrrel? Stb. Stb. Ki az, akinek a munkája biztonságban van? Hogyha megnézzük azt, hogy ezek a buszok hol működnek, Las Vegasban az első automata busz működésbe lép 2007. január. Ez az első Amerikában. Az automata busz beszél és hallgat az utasokra. Amerika. 4 nappal ezelőtt. 12 utast képes szállítani. Helsinki. Szintén. Szóval ez nem az, hogy jaj, majd egyszer, majd 10 év múlva, majd 100 év múlva, majd 1000 év múlva ez lesz. Ez van. Természetesen tudja a nevedet. Hogy ne tudná, hát felismeri az arc, nem csak a nevét tudja az embernek, hanem felismeri az arc vonásait. Úgyhogy, sőt, azok alapján, a képek alapján, amiket a Facebookra feltölt az ember, azok alapján tudja nagy valószínűséggel, hogy hol volt. Úgyhogy meg tudja kérdezni azt, hogy mi a helyzet ott, ahol voltál, milyen volt a party. És hogy hazamész-e ugyanúgy, ahogy szoktál, vagy ebbe a pubba mész ugyanúgy, ahogy szoktál, vagy hova mész, vagy kivel vagy, mi van a barátnőddel, mi van a gyerekkel, a családdal. Van egy következő probléma, amit említett a videóban, az pedig az, hogy mi a helyzet? Természetesen lesznek új munkahelyek. Ezt nyilván mindenki kitalált, egy új rendszer, egy új ipar, új munkahelyeket igényel. Azonban ezek az új munkahelyek nem úgy lesznek, mint ahogy manapság voltak, hogy megszűnt egy bánya, akkor elmegyek egy gyors étterembe dolgozni. Vagy bezár a gyors étterem, akkor elmegyek takarítani. Hiszen nem lesz szükség takarítóra se. Hiszen van automata porszívó, vagy mi. Valahol láttam ilyesmit. Most mindjárt meg is keresem. Ami egy ilyen kis robot. Igen, itt van. Clean robot. Amit be lehet programozni arra, hogy milyen alakú a szoba, milyen alakú a terület, és akkor csak bekapcsolja az ember magától. Körbejár, felporszívóz, visszaáll a töltőállomásra, betölti magát, elmegy a helyére, viszlát. Úgyhogy már nem fogja tudni elmenni az ember takarítónak sem. Igazából annyira egyszerűen. Hiszen nem lesz ilyen munka. A probléma az lesz, hogy azok a munkák, amik megszűnnek, természetesen lesz új munka. Azonban ez sokkal nagyobb képzettséget igényel, és sokkal kevesebb ilyen munkahely. Úgyhogy nem lesz annyira egyszerű vándorolni a munkahelyek között. És az emberek nem lesznek felkészülve rá, hiszen a következő, amiről szó volt, az az, hogy nem tudja az oktatás felkészíteni az embereket, hiszen az oktatás nincs tisztában azzal pontosan, hogy mi az, amire fel kell készülni, hogy milyen lesz a jövő, hogy fog kinézni a jövő. Természetesen tudják, hogy fog kinézni, csak az emberek többsége nem tudja. De ez végül is kettő ugyanaz. Úgyhogy ha nem tudják felkészíteni az embereket arra, hogy milyen a jövő, akkor hogyan állnak majd készen az emberek arra, hogy a munkák között vándoroljanak. Olyan sebessége, mint ahogy mondjuk 8000 állás meg tud szűnni azért, mert automatizálják a
akármelyik banknak az ügyfélszolgálatát. Hogyan lesznek képesek azok az emberek elhelyezkedni olyan gyorsan, amennyire gyorsan nekik meg kell élniük, vagy szerintem nincsenek meg a képesítéseik arra. Biztos, hogy szükség lesz arra, hogy legyenek szoftvermérnökök, meg szoftverfejlesztők, meg számítógép zsenik. Csak az a baj, hogy nem mindenki az. Mi van azzal, aki nem az? Mi van azzal, aki nem ért hozzá, akinek nincs pénze erre? Az nem fog készen állni arra. A világ nem képes lépést tartani azzal a fejlődéssel, ami végbe megy a világban. És rengeteg ember lesz, aki így vagy úgy, de ki fog szorulni a rendszerből. Nem tudjuk azt, hogy milyen képességek, készségek, milyen tudás és milyen tapasztalat az, amire majd pontosan szükség lesz. De mindegy is, mert a világ nagy részén az oktatási rendszer nem olyan, amit el lehetne fogadni. Teljesen mindegy, hogy mire van szükség Európában, ha valaki Pakisztánban él, vagy Indiában, vagy Kínában, vagy Dél-Amerikában. Egy-egy gettóban, vagy egy-egy porig bombázott faluban. Mi lesz Európában azokkal, akiknek nincs munkahelye, nincs meg a képesítése? Azok egymással fognak harcolni az emberek azért, még azok is, akiknek megvan. Azért a pár munkahelyre, ami rendelkezésre áll. Ha valaki azt hiszi, hogy mindig szükség lesz majd podgyászdobálóra a repülőtéren, akkor szerintem az nagyon téved. Vagy hogy egyáltalán szükség lesz arra, hogy a jegyeket valaki ellenőrizze a buszon, mint ahogy most van. Vagy egyáltalán üljön valaki a buszon, aki vezeti azt. Persze, mindent lehet automatizálni. Mindent, bármit. És minden automatizálva is lesz. Úgyhogy mi az, amire szükség lesz? A rend fenntartására. És mindazok, akik a rend fenntartás úgymond ágazataiban tevékenykednek, azoknak biztonságos a hely. Viszont azoknak szembesülnie kell azzal, hogy a rendszert szolgálja. És a rendszer rá fogja kényszeríteni őket, hogy olyan döntéseket hozzanak, amik ellenkeznek azzal, amit a teremtő meghatározott. A legtöbb ember rá lesz kényszerülve, azonban mindaz, aki az állam dolgozik, az nagyon nehéz helyzetben lesz. És van. Mi is az, ami ennek a következménye lesz? Természetesen arról szó volt, hogy hogyan befolyásoljon majd mindezt, ha még hozzáadjuk az emberi klónozás. És azok az emberek, akik szuper képességekkel fognak rendelkezni, úgymond idézőjelben. Micsoda verseny lesz az, ahol robotokkal és szuperemberekkel kell versenyezni, azért a kevés helyért, ami megvan. Mi a megoldás? Mi az, amit a rendszer megoldásként fog? Így van, ez a kérdés, hogy ki fogja ezeket eltartani. Ez az, amire most megpróbálom megfejteni a választ, illetve megmondani a választ. De szerintem teljesen egyértelmű, hogyha ha valaki belegondol. Több adó, hiszen aki dolgozik, annak el kell tartani azt, aki nem dolgozik. Hiszen aki nem dolgozik, vagy éhen hal az utcán, vagy tüntet egyfolytában, de valahonnan pénzt kell, hogy szerezzen. A munkanélküli járulék pedig valahonnan elveszi a pénzt. Aki nyugdíjra pályázik most, aki úgy él, hogy neki nyugdíja lesz, az óriási csalódás fog érni. Szerintem az elkövetkezendő néhány évben, de évtizedben biztos. Mikor ki fog derülni, hogy nem lesz nyugdíj. Hogyan is lehetne?
Egy olyan társadalomban, amelyik fogy, nem lehet nyugdíj. Ez nem kell géniusznak lenni valakinek, ez csak egyszerűen le kell ülni egy pillanatra és elgondolkozni. Egy olyan társadalomban, ahol rohamosan nő az öregek száma, és csökken a fiatalok száma, akik dolgoznak, és a munkanélküliek száma, akik dolgoznak, az nem tudja eltartani az öregeket, hiszen nincs miből. Egyszer eljön az a helyzet, amikor nem fognak több pénzt nyomtatni, hiszen nem fog senkinek kelleni a pénz. Mármint nekünk igen, azoknak, akinek van cserébe valamilyen, nem fog kelleni a pénz. Miért kéne, ha nem ér semmit, ha egyszer nem fogjuk tudni visszafizetni? A gazdaság egész egyszerűen csak arra az ígérete épül, hogy majd mindenki visszafizeti egyszer a pénzt. Nincsen mögötte se arany, se ezüst, se semmi. Csak maga az ígéret. Addig működik a rendszer, míg van olyan ember, van olyan ország, aki elhiszi azt, hogy majd Amerika, Európa, Magyarország vagy India visszafizeti a hitelt, amiből eltartja magát, amiből vásárolja a szolgáltatást, ami mögött semmiféle ipari termelés nincs. Úgyhogy az adó az egyik probléma, a másik az, hogy meg fog nőni az állam, mivel meg kell, hogy nőjön. Hiszen el kell, hogy lássa azokat az embereket, akik nem dolgoznak. Nem csak azokat, hanem azokat is, akik az államban dolgoznak. De legfőbbképp azokat, akik a rendszert fenntartják. Ezért nagyobb lesz az állam. Minél nagyobb az állam, annál nagyobb hatalma van. Hiszen annál nagyobb érdeke mindenkinek, aki már benne van, hogy azért tevékenykedjen, hogy az ő állása megmaradjon, illetve egyre tovább nőjön az állam, egyre nagyobb szükség legyen rá. Úgyhogy gyakorlatilag a jövőben az állam lesz az egyetlen munkáltató, aki a különböző juttatásokat ki fogja osztani. Mi az, amiből bevétel lesz, nem lesz szükség bevételre. Hiszen a robot, meg a klón meg fog csinálni bármit, ingyen. Akinek ez durván hangzik, csak gondolkozzon el rajta. Ha képesek leszünk létrehozni olyan robotot, aki megcsinálja az összes munkát, amit mi most mit csinálunk, neki nem kell fizetés. Ezért a termelés meg lesz ugyanúgy, és egész egyszerűen a bevételt el fogják osztani úgy, mint úgymond Universal Basic Income, az általános alapjövedelem. Ez az, amire már most készítik fel a világot. Hogy mindjárt megpróbálok keresni erre is. Alapjövedelemre. Így a termelésből az alapjövedelmet el fogják osztani azok számára, akik hajlandók beállni a sorba. Akik azt gondolják, azt hiszik, azt mondják, azt csinálják, amit a többség elfogadhatónak tart. Ha nem, akkor ő természetesen egy nem kívánatos elem lesz a világban. És mint olyan, el kell távolítani a világból. Úgyhogy ez csak az állam ma már hajtja a vizet, hiszen több börtönőr kell, több rendőr kell, több katona kell. És megy tovább a folyamatosan. Pénzre nem lesz szükség. A pénz nem azért tűnik el, mert ők meg akarják szüntetni. Pénzre nem lesz szükség, mivel nem lesz munkahely. Így az embernek nem lesz szüksége pénzre. Azért a pénzt osztani fogják, mint egy alapjövedelmet. Azok számára, akik hajlandók részt venni a rendszerben. Szerintem nem attól kell félni, hogy egyszerűen kivonják a pénzt a forgalomba. Pénzre nem lesz szükség. Mivel az embereknek nem lesz munkája, így nem lesz pénze sem. Mindazok az emberek, akik a munkaügybe járnak, mindazok, akik nyugdíjat kapnak, mindezek az emberek gyakorlatilag az államon függnek rajta. Ugyanúgy, ahogy a Matrixban az a rengeteg elem működtette a rendszert, az emberek mint elemek. Ugyanúgy működünk mi. Mi vagyunk azok, akik táplálják ezt a rendszert a munkánkkal, azzal a munkával, amit beletáplálunk.
és ki vagyunk szolgáltatva, hiszen nem tudunk élelmet szerezni, vizet szerezni, levegőt szerezni hamarosan. Hogyha ők nem adják ezt meg nekünk. Innentől kezdve már csak egy lépés az, ami ugye jelenések könyve 13-ban le van írva, amit úgymond a fenevad bélyegének hívnak, a Mark of the Beast. Hiszen ha valaki pénzt akar, meg akar élni, aki a fűtést be akarja kapcsolni, akinek víz kell, aki enni akar, akinek gyerekei vannak, aki a nyugdíját akarja, annak el kell fogadni a rendszer szabályait. A legborzasztóbb szabály nem az, hogy milyen ruhát kell viselni majd, vagy mit kell gondolni, vagy mit kell gondolni majd a homoszexualitásról, vagy a többiről. A dolog, ami vízválasztó, az az, hogy ki vagy mi az a spirituális erő, akit mindenkinek tisztelnie kell. És ez az, amire kimegy, amire a játék kimegy, és mindig is ment. Olyan szituáció felé haladunk, amikor az embernek el kell dönteni azt, hogy a saját szükségleteiért hajlandó-e bármit bevállalni, illetve mennyi mindent hajlandó ezért felvállalni, illetve bevállalni. Ez az, amire mindenkinek el kell kezdeni felkészülni. A probléma nem az lesz, hogy ki mit gondol, vagy ki mit mond, vagy ki mit csinál, hanem ki miben hisz. Ki az, aki hajlandó elfogadni a rendszernek a hitét, az egy vallást. A többi az mind csak az előjáték ehhez. És ez az, ami felé haladunk. Nagyon is gyorsan. Még egy dolog befejezésül, az pedig a biometrikus azonosítás, illetve amiről már volt szó részben most is. Nem tudom, hogy ki mennyire követi az eseményeket ezzel kapcsolatban. De igen, mindjárt a kerítésépítést is megnézzük ezután. Jaj, meg a börtönépítést. Van egy rendelkezésre áll egy rendszer, ami bármennyi adatot fel tud dolgozni. Ebben a rendszerben élünk. Ez nem a jövő. Ez nem a jövő, vagy 10 év, vagy 40 év, vagy akármennyi év. Ez a rendszer rendelkezésükre áll, természetesen ezt tudják. És ezért gyűjtik ezt a rengeteg adatot, amit mi önként adunk nekik. Olyan aranybányákból, mint az Instagram, a Facebook, a Twitter, a YouTube. Mindenféle, amit úgymond social networknek, vagyis ami része a social networknek, a szociális hálónak. Ami tulajdonképpen nem szociális, hanem sokkal inkább az ellentéte, ami ugye antiszociális vagy aszociális lenne, hiszen semmiféle köze nincs a valósághoz, vagy ahhoz, hogy hogyan kellene embereknek együttműködnie. De a lényeg az, hogy ingyen adatot szolgáltatunk, és rendelkezésükre áll a rendszer, ami ezt képes feldolgozni, bármennyit képes feldolgozni. Teljesen mindegy, mennyit kattintunk, mennyi selfit csinálunk, teljesen mindegy. Nem is tudom, hogy el tud-e mindenki képzelni egy ilyen rendszert, ami egy ekkora adattömeget fel tud dolgozni. Minden üzenetet, minden hozzászólást, minden lájkot. Valamelyik nap valaki azt mondta, hogy jaj, ne használjuk a... Ne használjuk azt a, nem is tudom, minek hívják, a like-ra, ha rámegy az ember, és akkor kijönnek azok a kis fejek. Nem is tudom, hogy én nem nagyon szoktam használni ezeket a dolgokat, de biztos tudjátok, hogy mi az, azok a kis fejek felugranak ott, és akkor azzal meg lehet mondani, hogy szeretem-e, vagy nem, vagy vicces, vagy mit tudom én mi, hogy azt ne használjuk, mert azt figyelik, és akkor azzal utána úgy fognak hirdetni. Mit gondol, hogy a többit nem figyelik? Az az egyetlen dolog, amit figyelnek? Vagy
mindenki, aki rákeres akár csak egy szóra is, hogy terrorista, vagy Al-Qaida, vagy akármi, ez mind megvan. Ezek a törvények vannak világszerte mindenhol, amelyek megengedélyezik az államnak, hogy évekre, sőt nem azt, hogy megengedik, hanem kötelezik a szolgáltatókat, hogy évekre visszamenőleg tárolják az összes online tevékenységét valakinek. Megpróbálok keresni néhány cikket. Mert erről is egyébként azt hiszem néhány videó. Igen, itt van például egy Press Herald. Az új törvény alapján a hatóságok mindenkinek, az Egyesült Királyságban mindenkinek az internet történetét átnézhetik. November 2016. A parlament elfogadta ezt a törvényt. TheVerge.com ugyanerről beszél, november 29-2016. Úgyhogy ez a valóság, ez nem fikció, meg ez nem az, hogy mindent, az összes adatot, minden klikket, minden e-mailt, minden telefonbeszélgetést. Hogyha felismeri a hangot, ha be tudok diktálni egy e-mailt, akkor nyilván felismeri azt is, amit mondok. Rá tud keresni kulcs szavakra, mint új világrend, terrorista. Vagy mit tudom én, csőbomba. Onnantól kezdve már az ember benne van a rendszerben. Úgyhogy ami félelmetes szerintem, ha arcfelismerés lehetséges, ugyanúgy, ahogy az izraeli cég bejelentette, ami szintén benne volt egy videóban, nem is olyan rég, az izraeli cég, amelyik bejelentette, hogy olyan kamerát képes készíteni, ami felismeri az emberek arcvonásait, és az alapján kiszűri a terroristák 80%-os valószínűséggel, akkor mi van akkor, ha nem a terroristákat akarja kiszűrni, hanem azokat, akiknek nem tetszik az, amit az uralkodó osztály, vagy nem az uralkodó osztály, amit a, az a propaganda, ami a párt propaganda, vagy ami a az uralkodó nézet az országban. Mi van, ha valaki meglát egy olyan hirdetést, és az elfintorodik? És az utcán az a több millió kamera, ami a világban van, az felismeri azt, és akkor az már onnantól kezdve gyanús az az ember. Aki ebben nem hisz, aki ezt nem érti, annak csak el kell olvasni az 1984 című könyvet George Orwell-tal. 1949-ben mi most élünk. Úgyhogy ő részt vett ennek a rendszernek az eltervezésében és az alapok lerakásában. Ez hát nem az alapok, mert azt már évezredekkel ezelőtt lerakták, de a jelenlegi rendszerünk egyik legfontosabb karaktere volt. Ő megírta azt, ami következik. Ő nem egy géniusz volt, vagy nem egy elméletet írt le, ő megírta azt, amit elterveztek már akkor. Mindezek mellett vannak emberek, akik viselik az okos órát, az okos telefont, ami nem csak hogy a hangját rögzíti, hanem a szívverését, a vérnyomását, a testhőmérsékletét, a bőrén, az elektromos jelenségeket, az agyában, mindent. Úgyhogy innentől kezdve már nem csak az arcvonását lehet elemezni, hanem ehhez hozzá a vérnyomását, akár egy EKG-t csinálni róla, bármit. És a vége természetesen valamilyen beültetett technológia, amelyel nem csak mindezt az adatot pontosan meg is lehet szerezni, hanem az embert befolyásolni is lehet. Ez az a világ, ami felé haladunk. Úgyhogy a végeredménye ennek úgyis az lesz, amit az írásból már nagyon régen tudunk. Az pedig teljes kontroll.
és egy új kommunista diktatúra. Nem olyan, amilyen az a kommunista diktatúra volt, ami Magyarországon volt, vagy a Szovjetunióban. Hanem egy olyan kommunista diktatúra, ahol mindenki egyet gondol, egyet mond, egyet érez, egy dologban hisz. És mindenki a rendszert szolgálja. Gondoljon mindenki Smith ügynökre a Matrixban, mikor azt mondta, hogy minden ember potenciálisan egy ügynök, hiszen mindenki, aki meglátta őt, átváltozott Smith ügynökké. Ugyanígy fog működni a jövő társadalma is, hiszen mindenki valamilyen részben a rendszerhez lesz kötve, de a legtöbb ember fizikálisan a rendszer része lesz, és a irányítani fogja ez a rendszer. Ez a rendszer az, amit a fenevadnak hív az írás. A fenevad nem egy ember. A fenevad maga ez a rendszer, amiben élünk. Ez a királyság, ami mindenkit irányítani fog a biometrikus technológia segítségével. És mindenki egymást fogja vadászni azt, hogy ki nem ért egyet a rendszerre valamilyen formában. Remélem, hogy érthető az, amiről szó volt. Igen, az új lenyomat ugyanez. Ugyanez az okostelefonon, az új lenyomat csak egy, ha valaki azt gondolja, hogy ők ezt tárolják úgy, hogy nem használják fel majd a későbbiekben, az naív. Nagyon naív. És bár szerintem ezt a legtöbb ember érti. Természetesen a kamera ugyanígy. De egyébként én azt is el tudom képzelni, hogy nincs is szükség kamerára. Hiába takarja le valaki a kamerát a telefonján, hogyha a technológia képes a hangból összerakni azt, amilyen a környezet, mint ahogy egy tenger alattjáró is a hang alapján tudja, hogy mi az, ami előtte van, vagy körülötte van. Ugyanúgy a számítógép, nem a mi számítógépünk az asztali, hanem mondjuk a rendszer ki tudja szűrni azt, hogy a hang alapján mi van a környezetben, ki van otthon, ki mit csinál nagyjából. De teljesen mindegy is. Igazából ez az, amire el akartam jutni, hogy hogyan is fog kialakulni maga a rendszer. Az emberek rá lesznek kényszerítve arra. A kerítés, erről is volt már videó, szerintem teljesen egyértelmű. Ez egy állatkert lesz. Egy állatkert. A kerítés nem azért van, hogy kint tartsa az embereket. A kerítés azért van, hogy majd bent tartsa az embereket, akik ebben a régióban, akik beleragadnak ebbe a régióba, abba éppen, ahol vannak. Erre szolgál maga a kerítés. Hiszen nagyon sok embernek nem fog ezt tetszeni. A futballstadion, a börtönépítés, minden azt szolgálja, hogy az embereket valamilyen formában egy helyen tudják tartani azokat, akik nem kívánatosak a rendszer számára, vagy veszélyesek a rendszer számára. Természetesen még befejezésül annyit, hogy aki, hogyha ez pessimistának tűnik, ez a valóság. Egy olyan világban élünk, ahol a pessimizmus az negatív. Azonban a probléma az, hogy a realizmus is. Mindenki, aki nem ezen a elnézést, hogy így fogalmazok, ezen az ostoba rózsaszín szemüvegen keresztül nézi a világot, az pessimista és az negatív, az nem kívánatos. Csak az, aki mindig a jót nézi, aki azt hiszi, hogy majd minden varázsütésre jó lesz, mert az emberek megváltoznak. Az emberek meg fognak változni. Csak nem olyan irányba, hogy azt a legtöbben gondolják, vagy akarják. Úgyhogy a realizmus pessimizmusként hat, azonban
Nagyon remélem, hogy mindenki, aki nézi a videókat, megérti, hogy mi az üzenet. Hogy mi a kiút, és hogy van kiút. És teljesen mindegy, hogy mit fognak csinálni. Hogy mennyi kerítést építenek, vagy mennyi droidot, vagy drónt, vagy szuperembert csinálnak. Vagy állatembert, vagy mennyi csippelt ember fog az utcán rohangálni, vagy rendőr, vagy katona, vagy tank, vagy helikopter. Teljesen mindegy. Az egyetlen dolog az, ami számít, hogy az ember rajta járjon az úton, kövesse az instrukciókat, a torát, és legyen meg a megváltó hite, és onnantól kezdve nem számít, hogy mennyi drónjuk van. Ez az, amit mindenkinek meg kellene értenie. És úgy tűnik, hogy egyre többen megértik. Teremtőnek hála, egyre többen megértik. Teljesen mindegy, hogy hány ezer ember közben röhög ezen, vagy gondolja azt, hogy ez egy mese, vagy ez egy őségi történet, vagy akármi. Teljesen mindegy. Az számít, az a néhány ember, aki érti ezt. Hogy ez az egyetlen kiút ebből. Mindaz a káosz, ami történik, azért történik, mert az emberiség ezt az utat választotta. Mi vagyunk azok, akik az utat választjuk. Mi vagyunk azok, akik eldöntik, hogy melyik úton járunk. Épp ezért olyan értékes az a néhány ember, aki hajlandó azt az utat választani, amit a teremtő kijelölt az embereknek. Hát az nem olyan egyszerű ebben a világban. Úgyhogy ez a kiút, ez az, amit mindenkinek járni kellene, ez az, amit mindenkinek fürkésznie kellene. Természetesen fontos az, hogy mi lesz az új világrendben, vagy hogy ki a fenevad, meg ki a mit tudom én ki. Ezek mind fontos dolgok. Azután, hogy az ember kitalálta azt, hogy mi a legfontosabb, amit a mindenható akar. Hogyan járhatok azon az úton? Hogyan kerülhetek hozzá közelebb? Utána lehet fürkészni, hogy mi a kamera, hogy működik, meg hogy lesz a chip, meg mik a démonok, meg voltak-e óriások, vagy lesznek-e. A legfontosabb nem ennek kéne, hogy legyen. De semmiképpen sem az, amit a világ akar. Hogy milyen valamim van, vagy milyen akármit tudok venni, vagy milyen kirándulásra tudok menni. Úgyhogy remélem, hogy az üzenete egyértelmű mindenki számára. És a Tora az instrukciók nélkül nincsen megváltás. Teljesen mindegy, hogy mennyire harcol ezért bárki. Vagy ez ellen, inkább úgy fogalmazni. Teljesen mindegy, hogy mennyire nem tetszik. Hogy ez, de ez van. Én remélem, hogy mindenki megérti. És ez egyszerű. Nem nehéz. Nem kell megváltozni az embernek rossz irányba egyáltalán. Egyszerű. A legtöbb dolog természetes. Azonban vannak dolgok, amiket egyszerűen csak el kell fogadni, és csinálni kell. Ez az, amit a világ nem hajlandó. Részt venni a világ dolgaiban óriási butaság. Óriási butaság. Tüntetni, ordibálni, a mozgalmakban részt venni, azt támogatni, gyűjteni, aláírni, fölösleges. Fejtse meg mindenki, hogy mi az, amit a teremtő akar, mi az ő instrukciói, mi az ő parancsolata, rendelése, határozata, járjon abban, utána elkezdett aggódni azon, hogy kivel mit ő. Ez az üzenet, ez a kiút. És a föld lapos. Mielőtt még valaki elfelejteni. Úgyhogy ennyit akartam ezúttal. Remélem, hogy akárki is hasznosnak találta. Teljesen mindegy. Készülök, még annyit árulok itt mindenkinek, hogy csinálni fogok egy sorozatot arról, hogy mit mond az írás a lapos földről. Úgyhogy megszállottan ezen dolgozom, és nagyon izgatott vagyok, hogy őszinte legyek, ugyanis próbálok összegyűjteni annyi
annyi verset, amennyit csak lehet ezzel a témával kapcsolatban. Mert rengeteg van. De tényleg. Úgyhogy nem is tudom, hogy milyen hosszú lesz, vagy hogy egyáltalán hogy lehet majd témákba tömöríteni, de szeretném egyszer is mindenkorra lezárni ezt a kérdést. Nem úgy, hogy mit gondol a világ erről, az abszolút nem érdekel. Azok, akik még, akik hisznek, akik járják az utat, és kételyék vannak e felől, azok ezt látván, csak amit eddig összegyűjtöttem, aki ezt meglátja, nem lehet tovább kérdése. Úgyhogy ez egy kis meglepetés azok számára, akik esetleg követik a dolgokat a csatornán, azon kívül. Úgyhogy bárkinek, akinek van ötlete ezzel kapcsolatban, írjon egy e-mailt. Küldje el a verset, vagy akármi. Csak verset küldjön. Nem érdekel cikk, kép, bizonyíték, semmi ilyesmi. Aki verset talál, azzal, ami a mozdulatlan és lapos földet bizonyítja, vagy egyáltalán csak arra utal, írjon egy e-mailt, küldje el, és beleteszem a videóba, ha még nincs meg, de erősen kétlem, hogy van olyan, amit még nem találtam meg. De hát, úgyhogy ezt mindenképpen, ez az egyik. A másik, hogy ezt szeretném mindenképpen, hogyha ez az élő dolog működne. Nagyszerű lenne, ha lenne több kérdés, mert akkor tudnék arról beszélni, de mindegy. Igazság szerint tényleg, hogyha csak ennyi ember is hasznosat találja, már magam miatt is legalább magamat rajta tartom az úton. Úgymond. Úgyhogy ez a csatornával ez természetesen az új csatornán lesz rajta ez a része, ezek a videók pedig felkerülnek a régire, úgyhogy az is megy párhuzamosan. Visszatérve a csoportra, mert írtak néhányan, akiket érdekelne. Egy Skype dolog lenne szerintem nagyszerű, ahol mondjuk nem ilyen több tucat ember, de szerintem össze lehetne hozni mondjuk egy ilyen maroknyi embert, akit érdekel, és akkor akivel lehetne Skype-on tárgyalni, akár az írásról. Én szívesebben beszélek már az írásról, hogy őszinte legyek, mint ilyen témákról, és akkor ott lehetne mondjuk egy ilyen külön dolgot elindítani, hogy hát, hogy erősítsük egymást ezen az úton mindenképpen, meg hogy tanuljunk egymástól, ki mit gondol, ki hogy értelmezi az írást. Az sokkal interaktívabb lenne, mint az, hogy mindig én beszélek, de meglátjuk majd ezt is. Minden videóban benne van az információ, az elérhetőségem. A Skype-tól elkezdve, úgyhogy már ne kommenteljen senki, hogy tud e-mailt írni, mindenhol ott van, úgyhogy csak egyszerűen írjon egy e-mailt, ha bármi kérdése van. Meg hát én nagyon örülnék, ha mindenki, vagy minél többen írnának. Oké. Egyelőre ennyit, és még búcsúzol annyit, hogy köszönet a Teremtőnek azért, hogy lehetővé teszi ezt. És én minden nap azért adok hálát neki, hogy egyre több dolgot mutat meg. Egyre több témát mutat meg, és igazságot. Egyrészt az ő szavával kapcsolatban, másrészt a világgal kapcsolatban. Ugyanis rengeteg dolog van, amit nem tudunk, és nap mint nap tanulmányozva az írást, olyan dolgokat talál az ember, hogy egyszerűen fantasztikus. Úgyhogy ezért mindenképp köszönetet mondanék neki, meg azért, hogy vannak emberek, akiket ez érdekel. És ez nagyszerű dolog, akik járják az utat és próbálkoznak. Igen, az írás lett volna a téma, lehet, hogy több kérdés lett volna, nem tudom. Legközelebb megpróbálok arra fókuszálni. Úgyhogy mindenkinek a leges legjobbakat, és nyugodtan, akinek véleménye van, bármi, írja meg, kommentelje ide, vagy akármi, jelentkezzen. És jövő héten, szombaton újra megpróbáljuk 8-kor, addig is a legjobbakat, és halleluja. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle
hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!